rászántuk tényleg a tesztre, mindenre azt az időt, meg azt az energiát, amit rá kell szánni, hiszen ebből is annyit lehet kivenni, mint amennyit belefektetünk, úgyhogy igazából úgy látjuk, hogy egy élvezetes nap után vagyunk. Nagyon élveztük ezeket a gyorsokat, jó volt az autóval menni ma, úgyhogy minden rendben. Hát jó volt az itinerünk, nem kellett nagyon fogni a kezét, rábíztam ezt a dolgot, én inkább foglalkoztam a saját dolgommal, illetve próbáltam figyelni azokra a felhordásokra, amik az előző körben nem voltak ott és most keletkeztek, mert azt gondolom, hogy legjobb tudásunk szerint próbáltuk meg abszolválni a sötétbe való a menetelést. Azt gondolom, hogy jó sikerült. Nagyon nem vagyunk boldogok, ugyanis az első gyorson éppen sikerült átérnünk. Az utolsó lassító, hogy az megérkeztünk, ötödikből visszaváltottam négybe, egy nagy csattanást hallottunk, és gyakorlatilag onnantól nem volt hajtás. Össze-vissza csattogott a váltó, mozgott a váltókar, annyi lendület még volt az autóban igazából, hogy ilyen lépésben átgurultunk a fotocellán. Talán picit szerencse, hogy ki tudtuk tolni az autót egészen a stoppig, úgyhogy legalább nem kellett a verseny végét bent megvárnunk. Viszont ez azt jelentette, hogy itt be kellett fejeznünk az Eger Rallyt. A tegnapi napot nagyon élveztük, főleg amíg világosban mentünk. Úgy gondolom, hogy jó időket sikerült mennünk, meg voltunk elégedve, élveztük az egész történetet. A sötét az egy kicsit nehéz, én nem szeretek abszolút sötétbe menni, viszont igazából hasonló előnnyel zártuk a 12. gyorsot, mint ahogy a 8. Tehát igazából sikerült megtartani, amit addig összeszedtünk. Úgyhogy ma arra készültünk, hogy újra világos lesz, és akkor egy picit támadunk, legalább azon a helyen megmaradunk, ahol vagyunk, vagy talán egyet-kettőt lépnénk előre. A technika ezt keresztbe pusztatta.